Kevés olyan sport létezik, amit törött lábbal is lehet űzni, de a sakk pont ilyen. A bátaszéki Matej Csekvajk hetek óta gipszben tölti a nyári szünetet, de a Szekszárdon megrendezett sakktábort nem hagyta ki. Ott létünkkor az oktatás alatt lelkesen jelentkezett, szinte mindegyik kérdése tudta a választ, ami nem csoda, hiszen 5 éves kora óta napi rendszerességgel ül a sakktábla mellé. Nagyapja szeretette meg bele az elmesportot. Elkezdtünk sakkozni, először kikaptam, de utána pár héttel később már nyertem. Azt tartott ott, hogy nagyon élveztem, és nagyon sokat kellett hozzá tanulni, és tudtam, hogy ezt nagyon sokan nem tudják megcsinálni. Vajka jelenleg 2 magánedzés foglalkozik, valamint a Decs KSE igazolt versenyzője is. Heti 6 edzésem van átlagosan, lehet, hogy picit kevesebb valamikor, lehet valamikor csak 4 vagy 3, valamikor pedig lehet, hogy minden nap. Ugye, szerintem 5 éves koromban voltam Miskolcon, vagyis előtte volt versenyem, de az volt az első országosom. Tavaly az U10-ben ugye 2012-esek között 3. lettem, és összesítve 9. illetve 4-szeres megyei bajnok vagyok. A gyerekversenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítménye miatt most már több napos felnőtt versenyeken is indul, ahol nemzetközi értékszámot is lehet szerezni. De nem csak a sakkban remekel Vajk, hanem matematika versenyeken is kimagasló teljesítményeket ér el, illetve más sportokban is jeleskedik. Kosarazok. Ugye most lesérültem sajnos, de kosaraztam a Gyékásszekszárdban. Futok néha, de azt nem olyan komoly szinten. Az ifjú sakkozó napi rendje igen szoros. Iskola után minden nap sakk és kosárlabda edzése van, hétvégéit pedig a versenyek osztják be. Vajk felkészülését egy pécsi vállalkozás is segíti és támogatja, hiszen a versenyekre járás, az edzések költségei havi szinten tetemes összegbe kerülnek, amit a család nem minden esetben tudna biztosítani a tehetséges kisfiúnak.